Ezek a mai témák, kezdődik az Egyenes Beszéd. Jó estét kívánok! A stúdióban itt van már Kéri László, politológus. Jó estét! Jó estét kívánok! Hát a keleti nyitás, az volt a tervünk, hogy azzal kezdünk, de hát ezt felülírta el Simon László menesztése. A parlamentben is szóba került, úgyhogy szeretném, hogyha reagálna. Mi erről az egész ügyről a véleménye? A nézők ezt már hallhatták ugye a mai nap folyamán a híradókban és a hírműsorainkban, ugye a Nemzeti Múzeum főigazgatói posztjáról menesztette őt Csák János, mert hogy ezt a bizonyos gyermekvédelmi törvényt nem tartotta, tartatta be, és mindenre Duró Dóra, a Mi Hazánk politikusa hívta fel a figyelmet, aki most ezt a saját sikerüknek könyveli. Igen, azt is olvastam, és néztem a parlamentben az azonnali kérdések órájában, hogy ez az egyik sláger téma volt ma, és erre is kénytelen volt Csák János válaszolni, és ilyen minimum 4 szintű válaszom lenne, nagyon igyekszem, hogy ne vigyel az egészet, mert azért ez valahol egy hihetetlen szánalmas és hogy mondjam, nevetséges történet. Szóval Fidesz hagyományos elitjéből olyan kevesen vannak olyan helyen, akik olyan vezető pozícióban voltak, amihez értettek. Tehát majdnem, hogy egy kézen meg lehet számolni. De Simon László az egyik volt, aki olyan helyen volt, amihez értett. Tehát ő nem akkor ismerkedett meg a múzeum ügyel, meg a közgyűjtemények, hanem korábban is értett hozzá, hogy ilyen gyorsan, ilyen látványosan, ilyen megalázó módon bántak el vele, az egyrészt hihetetlen módon fölértékeli Duró Dórát, meg azt az egész nevetséges kampányt, ami emögött van, és ezt tudjuk, hogy ez egy hosszú ideje tartó kampány, a könyvek fóliázásától egyek minden. Tehát Huszáj, az egyik... csak közbe kérdezem, hogy Duró Dórát, vagy a Mi Hazánkat értékeli fel, vagy a témát, és ezzel mondjuk, akik erre az ügyre ugranak, át akarja venni a Fidesz éppen a Mi Hazánktól. És hát erre nagyon röviden azt tudom mondani, hogy amit mondott, mind a hármat. Tehát, hogy egyrészt, hogy nehogy már az monopóliumuk legyen, mert ezt a témakört a Fidesz kinézte magának, és majd még látjuk, hát biztos látta az október 23-i beszédben is benne volt, meg beleígérték a nemzeti konzultációba, és tehát úgy tűnik, hogy a következő kampány időszakban az egyik, amit szeretne megtartani a Fidesz, ez a nemi identitás körüli alapproblémák, mert a nyugattal megtudhattuk tőle is, Orbántól is követte, és hogy ez az alapvető probléma, hogy elvesztették az identitásukat. Csak ilyen magának mondom, hogy nézem ezt a kampányt jó ideje, hogy én még nem láttam embert Magyarországon, akinek ez lenne a legnagyobb problémája, a nem váltás. Hogy honnan veszi a Fidesz ezt, hogy a magyar lakosság legnagyobb gondja ez a nemi orientáció körül van. Hát ott a vezérkarba vagy a családokban lehet elég sok ilyen gond, hogyha ennyire fontos nekik ez, mert én meg nem érzékelem az országban, hogy ez ekkora gond lenne, de ám legyen. Valamiért ezt fontosnak tartják, el akarják szedni, hogy nehogy már a Mi Hazánké legyen, és olyannyira fontosnak tartják, hogy vállalják ezt a nyílt blamát, mert azért Magyarországon nem szokás ilyen megalázó módon, ilyen látványosan megválni valakitől, főleg akkor, hogyha ez ennyire vitatható dolog, mert amit Csák János előadott a parlamentben válaszként, hát ez több mint nevetséges, mert arra hivatkozott, egekbe dicsérte egyébként el Simont, hogy milyen fantasztikus tehetség ezer dologban, de hát alkalmatlan vezetőnek, mert nem tudja betartani a jogszabályokat. Hát az a helyzet, hogy betartotta. Mert hogy nincs lehetőségem a Nemzeti Múzeumnak elkérni a személyigazolványokat is igazoltatni a belépőket, úgyhogy az a kérdés, hogy ki milyen jogszabályt nem tartott be, ha már komolyan vennénk ezt az egészet, de hát nem lehet ezt komolyan venni. Ez megint egy olyan típusú politikai csatározás, ami szerintem, akik kitalálták, pontosan kiszámolták, hogy na ez a hét elmegy ezzel. És nem tudom, mennyire láttam már a mai reakciók is, hogy teljesen már egy-két napok óta elkörül folyik, és még szerintem ezzel a hihetetlen látványos és megalázó döntés, hogy délelőtt még ott ül egy értekezleten, és akkor közben kihívják és megmondják neki, hogy kisapám, ki vagy rúgva, ne is menj most már vissza oda. Szóval, ha valami főben járó dolgot követett volna el, akkor is az Elsimon túl régi bútordarab és túl fontos ahhoz a Fideszben, hogy így bánjanak vele. Nagyon komoly, hogy mondjam magának, propagandisztikus érdekek fűződnek ahhoz, hogy így ilyen látványos ügyet csináljanak egy olyanból, ami egyébként nem így, mert ezt a kiállítást tudja, ki nyitotta meg. Hát az Orbán politikai igazgatója, és amikor ezt a kiállítást megnyitotta, akkor nagyon tetszett neki ez a kiállítás, és annyira örült, hogy ez itt van. Szóval
azt akarom magának mondani, hogy ha egy pillanat ezt az egész bohozatot komolyan veszük, akkor minden benne van, minden estől. Hogy ott tudtok ti keménykedni, és ott széleltek kormányzást, ahol ennek az égvilágon semmi értelme nincs, de egyébként meg mindennek a magyarázata ez a kommunikációs kormányzás, hogy ha valamiben politikai propaganda fantáziát látok, akkor semmi nem szent. De most szerintem már erről túl sokat beszéltünk, és még mindig lennének rétegei. Persze lehetne csak erről is beszélni nagyon-nagyon sokat, és kitérni egyébként arra, hogy például Duró Dóra azt mondja, hogy na, tessék, itt van értelme az ellenzéki igen. politizálásnak, hogyha ez az ellenzéki politizálás értelme, igen, akkor nagyon sok kérdés szülne ez is, de tegyünk egy pontot, van-e értelme a keleti nyitásnak, ha ennek nincs. Ugye azt mondja Szijjártó Péter, hogy hidat kell képezni kelet és nyugat között, és most megnéztem, augusztus végén járt itt utoljára, és augusztus 20-a után, hát már akkor is, ugye a Karmelita Erkélyén kiket fogadott a miniszterelnök, török elnök, azeri elnök, üzbég elnök, katari emír, bosznia elnöke, türkmén, kirgiz államfő, föl sem sorolom, ott volt még Sebastian Kurz is egyébként, ugye bukott osztrák kancellár, most pedig találkozott Vlagyimir Putyinnal nemrég, most pedig a türk tanácsülésén volt, szóval mi történik itt? De három fele választanám a lehetséges értelmező válaszokat. Az egyik ez, hogy elég régi törekvés ez. Tehát, hogyha visszalapoz a Fidesz újkori történetében, akkor ez a kacérkodás és az a nyelvöltögetés visszafele a nyugati szövetségeseknek, hogy hát ha mi nem kellünk nektek, akkor vannak nekünk jó barátaink másutt is. Ez korábban is megvolt. De ez valami oknál fogva iszonyan fölértékelődött és fölerősödött ez a truccolás az idei évben. Valami oknál fogva ezt akarom mondani. Igen, igen. Az egyik ok szerintem az, hogy ahogy épül le a nyugati kapcsolat, és ahogy az a szövetségi rendszer, ahol benne van Magyarország, és nem csak Orbán Viktor, hanem Magyarország is. Az Európai Unió is, meg a NATO is, ott vészesen megritkult a levegő Orbán Viktor körül, és nagyon úgy tűnik, hogyha ezt fontosnak tartjuk, hogy az elszigetelődésünk az állandó, és a legfontosabb, hogy pénz meg nem jön, csak ez a kettős beszéd, hogy mindig újabb és újabb követelésekkel jönnek elő, azt mi mindig teljesítjük, és mégis semmi. Egyrészt nem teljesítjük, másrészt meg nem erről van szó. De a lényeg az, hogy láthatóan hihetetlenül beszűkült a mozgástere a magyar politikának és politikusoknak ott, ahol egyébként a természetes helye lenne gazdaságilag, kulturálisan, hatalmi politikai szempontból, biztonságpolitikai szempontból, és akkor szélelni egy ilyen másik típusú kapcsolatrendszert, ez ugye minimum három fele ágazik, egyrészt ezek az új barátok, akikkel már tudjuk még a Kipcsák időkből, hogy egyszer ők voltak a rokonaink, most megtudhattuk, hogy a kazahokkal is rokonunk vagyunk. Tudja, amikor készültem ide, akkor végig gondoltam, hogy mióta 98 óta Orbán Viktor nemzetközi főszereplő főstátuszban, többnyire, hogy miniszterelnök, hogy hány barátunk volt nekünk 98 óta. Voltak nekünk első számú barátaink az olaszok, Berlusconi időben emlékszik. Voltak az osztrák, voltak a szlovénok Jansa időben nagy barátaink, voltak a szerbek nagy barátaink, voltak Fico időkben a szlovákok nagy barátaink, volt nekünk Marine Le Pen is nagy barátunk, még hiteleztünk is neki. Tehát ha végig mondanám magának ezt az elmúlt 20-valahány évet, hogy hány kitüntetett barátja volt Orbán Viktornak, és ezt állandóan rávetítette az országra is, hogy nekünk ilyen barátaink vannak, akkor azt tudom mondani, hogy mindig a pillanatnyi érdekei dominálták, hogy milyen országgal akar jobba lenni. Most ezek az érdekek... De akkor most mi ez az érdek? Az uniós pénz, az igen, innen jön az elszigetelődés, innen, igen, az elszigetelődés az első számú érdek, a másik, hogy valahonnan pénzt kéne keríteni, mert láthatóan nem jön pénz, és láthatóan a költségvetés, eladósodás, ezt ezerszer elmondták itt magára, tehát forrásokat kéne szerezni, és ráadásul az egész világ, vagy legalábbis Európa mindenképpen radikálisan átalakította az energetikai hátterét, hogy honnan itt szerez. Ezek között az országok között vannak olyanok, akik potenciálisan szóba jöhetnének, de ott vannak nálunk jóval nagyobb kérők, és németek, franciák, egyébek itt az azeriek, a türkményekét, meg elvitték a kínaiak, mert az az igazság. Tehát itt van több gazdasági érdek is, diplomáciai, elszigeteltséget elhárító, színező érdek is, és
Hát ez a kínai kapcsolat tulajdonképpen is az orosz kapcsolat, amelyik a legtalányosabb, más és más módon talányos. Az, hogy Kínával, még azt el is tudom fogadni azt az Orbáni érvet, hogy ez az éleződő viszony Amerika és Kína között, amelyik láthatóan a következő egy-két évtizedet meg fogja határozni. Ez sajnos kihat az európai-kínai kapcsolatokra is, mert egyre inkább az Egyesült Államok is valahogy szeretné Európát is olyan státuszba állítani, hogy ebben a lehetséges konfliktusban mellette legyen. Ez nagyon sok országnak megnehezíti a dolgát, és nem tudom mennyire látja, hogy az unió országai közül jó néhányan elkezdték visszahozni azokat a tőkeberuházásokat, amiket oda kihortak az aranykorban az elmúlt 20 évben. Tehát ez egy reális probléma. Reális kereskedni Kínával kapcsolatot találni, csak ez nem a mi méretünk. Délután megnéztem, amikor idejöttem, mit gondol, hány olyan kínai város van, amelyik nagyobb lélekszámú, mint Magyarország? Mondjál egy számot. Fogalmam nincs. De én most megnéztem a 21-es utolsó adatok alapján, 15 olyan kínai város van, város, amelyiknek a lélekszám lakossága nagyobb 9,5 milliónál. Tehát azért, amikor mi elkezdjük színlelni ezt az egyenrangúságot, tehát egyszerűen nem tudok hova lenni a röhögéstől, hogy hát egyszerűen nem érzékelhető onnan a mi létünk. Nem mondom, hogy Kínának presztízs okokból nem éri meg valamilyen módon finanszírozni, meg talán megtámogatni egy olyan országot, amelyikkel berakhatja a lábát az unióba, valamit megér, de hogy ez Csak ide hozzák a beruházást, nagyon sok beruházást hoznak ide. Itt jön a másik szála ennek a kérdésnek, hogy mit hoz ide, és hogy ezek, amiket ide jönnek Magyarországra, azt látja, hogy olyan nagyon nagy érmény, majd jön olyan vendégük, aki erről fog jönni, hogy az viszont tele van kételjel az a kapcsolat, amit most az egekben ünnepelünk, hogy ugye Szijjártó állandóan szeretjen felegzős lenni, hogy első számuk leszünk, mások, világnagyhatalom leszünk, meg ilyenek, csak azért oda rengeteg olyan kérdés oda kell tenni, amire ma még nincs választ. Hát meg úgy valóban hozzájárul a GDP-hez, de ez már ez igen, csak mi meg mennyivel járulunk hozzá az, hogy a dél-koreai meg a kínai vállalatok idejének, és mennyi pénzt adunk mi is hozzá ilyenkor, amikor jönnek ezek a 100 milliárdok, erről nincs szó. Tehát nem tudom, van-e még idő az orosz kapcsolatra, mert az a legnagyobb pont arról talány. Akartam mindenképpen, hogy ha ez talány, akkor az mekkora talány. Ezt még valahogy lehet racionálisan értelmezni, és legfeljebb azt mondom, hogy legfeljebb mellé fogunk, mert fölértékeljük magunkat egy olyan relációba, ahol mi azért nem nagyon számítunk. Az orosz-magyar kapcsolatok elmúlt 10 évben történt radikális megváltozása, én úgy látom, hogy a magyar elemzők százas nagyságrendjében egy óriási talány is nem tud választ adni arra, aminek szerintem most Pekingben a legrémesebb változatát láttuk. Most megnéztem, hogy az Orbán Viktor honlapján erről a találkozóra egy olyan fénykép van fönt, ahol Orbán Viktor beszél, és Putyin figyelemmel hallgatja. De azt a videót viszont is biztos láttam, hogy nem mondani, Orbán Viktor honlapján kerül nyilvánosságra. Azt a videót az egész világ látta, amiből kiderült, hogy valójában ez a kapcsolat olyan mértékben aszimmetrikus, hogy szerintem rengeteg vendége lesz még itt a következő években, aki megpróbálja felfejteni azt a talányt, hogy miért éri meg nekünk egyre nyilvánvalóbban, egyre alárendeltebb szerepben, egyre nagyobb gazdasági vesztesége, egyre nagyobb politikai vesztesége, egyre nagyobb nemzetközi presztízs vesztességgel olyankor Oroszország mellett állni, ahol Magyarország miniszterelnöke eljutott odáig ebben a találkozóban, hogy átvette szó szerint az orosz szóhasználatot, és nem merte annak nevezni a háborút, ami ezeket szerintem csak azt lehet mondani, hogy az ország egyik része, amelyik a Fidesznek mindent elhisz, láthatóan elfogadja. De hogy ebből mi jön ki, szerintem meglepődnének a Fidesz hívek, és hogyha egyszer konzekvensen végig gondolnák, hogy mennyi megmagyarázhatatlan, kellemetlen és a jövőben még kínosabb következményekkel jár ez a soha meg nem magyarázott kapcsolat. Ön nem tehette De meg, miért? Mert itt volt. Akkor miért éri meg ön szerint? Hát erre nagyon sok változat van, én fölmondhatom magának azt az 5-6 változatot, hogy valamivel fogva tartják, én ezt nem hiszem. Az ön változatát mondja. Figyelj, mit lehet még mondani Orbán Viktorra, amit nem nyelne le a tábora? El tudja képzelni, hogy valami papírt előkapnak róla, hogy kiderül, hogy mi volt vele úttörő korában, vagy egy katona korában, minden, én ezt nem hiszem, bár tele van nyilván az elemző világ ilyesmivel, biztos látta. Én sokkal jobban hiszek egy ilyen szimpla korrupciós kapcsolatnak, hogy
valamiért érdekelté téve egy szűk gazdasági kör, akik a miniszterelnök körül vannak, és akár ebben a rokonok is benne vannak, hogy Paks 2-t így elvállalni, egy szuverenitására oly kínos ország, amelyik állandóan sértődött, hogyha rosszul szólnak róla, hogy tudja lenyelni, hogy ránkényszerítenek titkos szerződéseket olyan viszonyokban, ahol az orosz fél kérésére nem ismerhetjük meg az alapvető viszonyokat a paksi szerződésről, a Gazprom szerződésekről. Kisapám, ha te annyira tudsz harcolni a szuverenitásodé Brüsszelbe, ahol nem azt kérik rajtad számon, hanem az, hogy tartsd be, amiért beléptél, akkor itt ennél a félnél miért nem harcol a szuverenitásáért, és miért törődik bele, hogy az a fél állandóan rákényszeríti arra a titkosságot, hogy nem tud a saját népének válaszolni arra, amit maga tőlem kérdez most, hogy de hát miért éri meg? Mert valakiknek biztos megéri, mert akkora égéssel jár az egész országnak. Mert ha érti, csak annak a néhány nagyvállalkozónak járna, meg tudja, kivel íratták alá a szerződést? Szerintem nem tudja. Melyik oldalon? A magyar oldalról kiírta alá annak idén Moszkvába ezt a Paks 2 szerződést. Már nincs a pozíciójában. Német Lászlóni, emlékszik mi valaki őre? Nem jött az, nyelve megjön. Hát ez az, szóval tele van olyan talányokkal ez az egész, amire ember nem tud már válaszolni, de nem ez a baj. Ön dolgozott itt, már az előbb lemagáztam, bocsánat, hogy én délután végignéztem még 6 óráig az azonnali kérdések óráját. Háromszor rákérdeztek Orbán Viktorra, hogy konkrétan miben állapodott meg Putyinnal, és mindig másra válaszolt. A nevét se ejtettek, és úgy csinált, mint aki nem érti a kérdést, és szokás szerint másra válaszolt. Tehát nem az a probléma, hogy én itt nem tudom megmondani ebben a műsorban, hogy mi a túró köti Magyarországot ilyen erővel Oroszországhoz, hogy nyilvánvalóan megmagyarázhatatlan és nagyon is kétséges és veszélyketeli szerződések kötnek hozzánk, hanem az a baj, hogy Magyarország miniszterelnök, amikor ezt megkérdezik tőle a parlamentbe, akkor meg se hallja a kérdést, félreérti és egész másra válaszol. Bodóni a boráráról van valamilyen népi mondás. Ezt ma délután legalább 4-5-ször láttam. Most jön is az egyik kérdező ön után. Hát köszönöm, akkor folytatjuk. Én is köszönöm, hogy végighallgatott. Minden jót. Viszontlátásra. Köszönjük.